Megtudtam, hogy titkokat rejteget a mi Dunánk. Ez a vén róka, mikről talán sohase álmodott, az ősi barlangtüzek óta. Ez a közönyös Európa. Adi Endre, a Duna vallomása című versének kezdősoraival köszöntöm kedves nézőinket a Nemzetközi Duna Nap alkalmából, melyet 2004. június 29-én 13 dunamenti ország rendezett meg először. Azóta a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját. Pancsován ezt a napot még június közepén megünnepelték, de a Temes folyónk partja mellett. Képes hírbeszámolónk után mai műsorunkban visszatérünk a közelmúlt eseményeihez, melyekről ma bővebb összeállításokat láthatnak. 757. adásunkhoz mindenkinek szép időtöltést kívánunk. Szomorú hírt kell közölnünk. Elhunyt Kányádi Sándor, Kossuth-díjas erdélyi költő, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 1929. május 10-én született, a Hargita megyei Nagy Galambfalván és Budapesten ért véget földi élete 2018. június 20-án. A kortárs, de az egyetemes magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, a magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója volt. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors, mint alaptémák határozták meg költészetét, mely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatta meg. Felleg hátán felleg, mendegélnek, mennek, északról le délnek, mennek, mendegélnek. A torontálvásárhelyi református gyülekezet június 24-én néhai lelkipásztora Tomka Viktor tiszteletes úr emlékét idézte meg, aki kereken fél évszázaddal ezelőtt adta vissza lelkét a Teremtőnek, majd 1968. június 26-án a torontálvásárhelyi nagy temetőben helyezték örök nyugalomra. Az ünnepi istentisztelet keretében Beszédes Mária lelkésznő méltatta röviden a szép emlékű tiszteletes úr életútját. Tomka Viktor 1799. május 12-e óta sorrendben a 12. lelkész volt, aki Isten dicsőségét szolgálta torontálvásárhelyen. Hertelendi falván született, tanára is volt a II. Világháború éveiben megnyílt pancsovai magyar gimnáziumnak. A magyar sajtókamara tagjaként tudósított Isztambulból, Ankarából és Berlinből. Sokszínű, szerteágazó és fáradhatatlan munkatempójú életpályája volt. A méltatást követően Tunka Ágnes, a lelkész úr leánya fordult az egybegyűltekhez, és mondott köszönetet a torontálvásárhelyi református közösségnek a megemlékezésért, a Tunka család ezúttal távol levő tagjainak nevében is. Isten tisztelet után régi jóbarátok, közeli ismerősök, rokonok a temetőkertben gyűltek össze a koszorúzáshoz, néhány percnyi csendes főhajtásra, megnyugvást óhajtó közös imára. Az első Duna napot 2004. június 29-én rendezte meg 13 dunamenti ország a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, a Duna Védelmi Egyezmény nevű dokumentum aláírásának 10. évfordulója alkalmából. Azóta ez a nap már hagyománnyá vált sok helyen a dunamenti városokban. Pancsován még június 16-án tartották meg ezt a napot, igaz, egy kicsit átalakítva, mert a Temes folyó mindkét partjának megtisztítása volt a cél, a Dunába való torkolattól a városi strandig. Ebben az akcióban a város különböző civil szervezeteinek és egyesületeinek önkéntesei vettek részt. Idén, június 24-én 7 éves fennállását ünnepelte Pancsován az Aviv Park bevásárlóközpont. Az előző évekhez hasonlóan egész nap folyamán különféle szórakoztató lehetőséget és 10-től 50%-os kedvezményes vásárlást kínáltak fel az odalátogatóknak,
délelőtt 10 órától 24 óráig. A születésnapi ünnepség fénypontja a Tropico Band koncertje volt este 8 órától. A pancsovai Aviv Park megnyitása óta a mai napig nem csak egyszerű bevásárlóközpont, hanem a város és környező település lakosainak kedvenc szórakozó helye, ahol egész éven át alkalmi rendezvényeket, ünnepségeket szervez a vezetőség. Az elmúlt hétvégén szólt a zene Pancsován a 16. alkalommal megrendezett nemzetközi karneválon, ahol a sokszínű és sokféle kísérő rendezvény mellett több mint 30 különböző csoport is bemutatkozott az utcai felvonuláson. Na ulicama Pančeva
se zvuci karnevala. Opoji svet svojim prisustvom i razoružaj ga osmehom, da se raduju ljudi svi, koji kadri su voleti. A Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület és a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjai évek óta rendszeres résztvevője a karneválnak, a kirakodóvásáron kínálták fel kézimunkáikat és hagyományos süteményeiket, ínyenc falatokat, mint amilyen a frissen sült lángos. A tanítási évvégi időszakban több délbánáti művelődési egyesületben tartottak záróműsort. Előző adásainkban már szóltunk a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben megtartott rendezvényről. A Petőfi Sándor program ösztöndíjasainak hivatalos küldetése május végén lejárt a szórványvidékeken, de az önkéntesek több helyen még megtoldották ezt a határidőt. Nyitrai Marianna ösztöndíjast is megismerhették nézőink, akinek a befogadó szervezete a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület volt, de ő nem csak ebben, hanem a környékbeli egyesületekben is tevékenykedett, amiről műsorunkban is beszámolt. Az egyesületek a záró műsorral köszönték meg tevékenységét. A fent említetteken kívül Kevevárán, Székelykevén és Sándor egyházán is hálás szívvel vettek búcsút az egyesületi tagok Mariannától. A Petőfi Sándor és a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai Budapesten találkoztak június 19-től, és számoltak be szerteágazó tevékenységükről és tapasztalataikról. Műsorunk végén lássunk még összeállításokat a záró műsorokból. Oh,
Jézus tévedett, szóval látott egy szegény favágóval. Oda köszönöm neki, és mondja, hát a szegény favágó segítsen az Isten. Úgy is segítsen rajtam, ha rám is fér. Hát van-e neked családot, kérdezi Mártás királyi szegény favágó. Van, uram, nekem két szép lányom, két szép fiam. Van neked pénzed, kérdezi Mártás király. Van az is, de esetén három felősztok, mondja a favágó. Kérdezi Mártás király, ezt hogy csinálod? Úgy csinálom, hogy az első részével az adósságot fizetem ki. A második részét kölcsön adom, a harmadikot vízbe vetek. Hát csinálod, mondd el, hogy értsen. Hát azt a kocsállom, azt mondtam, hogy az első részével az adósságot fizetek ki. Az azt jelenti, hogy nekem apám és anyám is élnek. Hogy nem tudnak dolgozni, és ahol a pénzzel őket segít. A második részben azt mondtam, hogy kölcsön adom. Azt a fiaimra mondom. És én is egyszer megöregedek, és a bírnak, ők segítenek. Hát igen, de hogy érted, hogy a harmadik részét a vízbe vetegetek? Hát az azt jelenti, hogy a lányom örökölte. És ezt a kavallót ruháztottam, és etettem őket. És ezt a pénzet soha nem kapom vissza. Ugye a Mártás király a szegény kavallóban, hát láttam te, hogy okos vagy. Kivezetnéleti ingem az erdőből. Tudja, uram, nekem nincs olyan idő, hogy valakivel kisétáljuk az erdőből. Hát én megfizetném neked a napszámodat. Pénzét lehet? Ne, felült egy kicsit Mártás kocsijára, és elindultak lassan. És azt kérdezi Mártás király a szegény kavallóban, te láttál egy király? Látni nem láttam, de szeretném még élve meglátni. Na most figyelj, ha kérjük az erdőből, akkor sok nép leveszi, mint a kalapot, amikor meglássa a király. Aki nem veszi le a kalapját, az a király. Na ki is jöttek az erdőből a sok tengén nép, hajón fel. Hát csak ők ketten a kocsikon maradott a kalap a fejéket. Akkor kérdezi a szegény kavallóban, hát uram, mindenki hajón fel, kiköszönünk a király. Mondja Mártás, hát gondolkoz, hogy valaki közülünk biztosan az, hogy el is mentek. Hát nagy örömért, a bundásnak négy gyönyörű könyve lett.
Az elsőt Viollának hívtam, a többinek nem értem rá nevet adni. Anyukám belelódigalt egy teli vegyere vízbe, utána Viollacskalmot, meghagyta a testvéremnek, hogy temessen a kárbe. De nem hagyom, ámordítottam csak úgy, hogy összefutott a szomszédcsal. Hát mindenki más mondott, várjenek még, vigyenek faluba. A sokasszonyok közt 13 esztendős testvéremnek volt a legtöbb eszet. Keresett 4 frank kávés kotűat. Gyerek Rézsikém, tegyük a kutyacskapot belé, vigyük a kertbe, te hallgass! Hát miért nem érted meg, hogy mit akarok? Hallgass ide! Hátra vigyük a kertbe a Csipkár Józsa tövüte. Elalassuk, jövőre kinő egy kutyafa, s annak minden algánunk egy kutyacska. Legszebb lesz a viollácska, de csak akkor, ha jó végedre tartsunk el, temes. Alsztunk volna, de nem volt alsunk. Ki nekiálltunk, 12 körömmel bödröcskéket van. Hát az ötesztendős kezem hamar felmondta a szolgálatot. Hát elmentem, kerestem szép veres rongyocskát, csináltam a sírót a keresztet. Csak azt csodálom, hogy tudtam, mikor se temetőben nem jártam, se halottat nem láttam az előtt. De a testvérem rám hagyogatott, hogy minden áldott nap locsoljon meg, mert ha nem, akkor nem lesz kutyafa, se rajta Viola. Hát szót fogadtam, de annyira, hogy a heti piacról anyuka egy vidertkével jött haza, hogy tudjam locsolni a kutyák sírját. Ők meg voltak meg a kacagástól, hogy minden nap fogtam a locsoláshoz. De nekem hasznom lett belőle. Elsősorban volt egy vidertkém, s az az enyém volt, ahol senkinek nem szabad nyúlni. Darius se ürezte jobban a kincsét, mint én. Másodszor volt dolgom, azt a világ sűrű kincsét sem mulasztottam el. Majd jöttek az esők, s akkor azt mondták, most nem kell locsolni. De tavaszra csak a rózsák nyíltak gyönyörűen. Lassan elfelejtettem a kutyát, a locsolást, és elfelejtettem a bánatot. De jött másfordban, attól a perctől minden megrázó eset. Ez volt az első bánatom. Kedves nézőink! Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Mai műsorunk ismétlését vasárnap reggel 7:30 és este 8:05 is megnézhetik tévécsatornánkon, új adással pedig mához egy hétre, jövő csütörtökön délután 12:30 jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!